A Bátaszéken működő egyházak számára is plusz feladatokat jelent a vírusjárvány elleni védekezés. A katolikus templomban a Magyar Püspöki Konferencia és a védekezés sikeréért hozott állami rendelkezések szerint járnak el, mondta el Küldösi Krisztián plébános. A templomainkat hetente két alkalommal igyekszünk fertőtleníteni. A szentmiséken, szertartásokon kérjük a híveket, hogy mielőtt belépnek a templomba, fertőtlenítsenek, és szájmaszkot is használjanak a szent liturgiák, szentmisék alkalmával. Változások történtek, mindannyian úgy gondolom észreveszük azt, hogy a híveink kevesebben vannak a templomban, észreveszünk egy félelmet is az embereknek az életében, bár bátorítjuk őket, hogy a félelmet igyekezzenek kizárni. Nyilván akinek az egészségi állapota nem teszi lehetővé, vagy ő úgy gondolja, hogy otthon szeretné a szentmisét a televízión keresztül, vagy az interneten keresztül meghallgatni, részt venni ebben a szentmis áldozatban, az nyilván maradjon otthon. De azok, akik eljönnek a templomba, azok próbálják a félelmet legyőzni, hiszen a föltámadt Krisztus, aki egyben a gyógyító Krisztus, mindig velünk van és elkísér bennünket. Krisztián atya arra buzdítja azokat a híveket, akik nem mernek a közösségbe menni és részt venni a miséken, hogy az internet segítségét vegyék igénybe, hiszen számos ige hirdetés elérhető a világhálón. Biztos vagyok benne, hogy annak az embernek, annak a keresztény testvérnek, vagy más vallású testvérnek is sokkal könnyebb átvészelnie, átélnie ezt az időszakot, amiben most mi vagyunk, hiszen belekapaszkodunk az Isten kezébe, a kinyújtott kézbe, amit felénk nyújt az Isten, és ez erőt ad ahhoz, hogy a félelmeinket le tudjuk győzni, a beteg testvéreinken tudjunk segíteni, konkrétan itt az imádságban. Az imádság által odafordulunk az Istenhez, hogy ő legyen az, aki védelmez, aki segít, aki támogat, akár lelkileg, akár testileg is ebben a koronavírusos helyzetben. Bátaszéken a szentmiség hétköznap 2-től szombatig, este 6 órakor van a kedves testvéreknek, vasárnap pedig délelőtt 10 órakor. A bátaszéki református gyülekezet tagjai nem találkoznak egymással. Fekete Zoltán lelkész a tavaszi tapasztalatok alapján próbál segítséget adni azoknak, akik az online tér adta lehetőségeken keresztül keresik társaikkal a kapcsolatot. A tavaszi karantén időszak tapasztalatából építkezünk, ott kialakult az, hogy hogyan lehet online igehirdetéseket fölvenni, megosztani azoknak, akik az internettel jó barátságban vannak, és az idősebb testvéreket pedig ilyen telefonon rendszeresen hívom. Most kialakult egy új dolog, hogy rádöbbentem, hogy ez a régi dolog, ez a telefon, ez alkalmas arra, hogy konferenciahívásokat intézünk, és egy konferenciahívással 5-en tudunk egyszerre a vonatban lenni, és egy ilyen kis csoportos bibliaórát lehet tartani, és ezt most múlt héten ki is próbáltam, egymás után 3-kor, 4-kor és 5-kor csütörtökön bibliaórát tartottam 14 gyülekezeti testvérnek, ugye én voltam a 15-dik, és utána pedig a Facebookon egy csoportot csináltam bibliaórára, ahol a ugyanaz szobán keresztül bekapcsolódtak a testvérek, akik ugye Facebookoznak, és akkor így, hát most így legutolsó alkalom, hogy 22 fő volt biblia órá. A telefon beszélgetésben is lehet mély dolgokról beszélgetni. Sok bizonságtétel volt közben, megélt tapasztalata az adott igéhez kapcsolódva. Ugye a betegség kérdése jött elő János Evangéliumnak 9. fejezetéből. És ahhoz való kívülről való hozzáállás, illetve ha már belénk történik, nagyon megnyíltak, és örültek egymás hangjának, mert nagyon örültek, hogy találkozhatunk ilyen módon, felfoglalkozni, hogy mi van velem, vagy mi lesz velem. Tehát, hogy milyen lelki kérdések légkörében vannak ezek a beszélgetések a telefonon is. Tehát ez nem kerülődik el, ez a kérdés. Mi magunk is, ugye, akik lelkészek vagyunk, ugyanúgy ilyen közel nem éreztük ezt a kérdést, mint ezekben a hetekben, ami
Mindkét lelkipásztor arról is beszélt, hogy a hit ereje segít a bajok leküzdésében. A közösség pedig, még ha személyesen nem is tarthat egymással kapcsolatot, a technika segítségével képes egyesíteni az erőket a vírus elleni harcban.